Szinte hihetetlen, de az utolsó előtti helyszínre érkezett meg a GTR Masters tavaszi WTCC bajnoksága, nem máshova, mint a Nürburgringi pályára, egy legendás pályára, amit senkinek nem kell bemutatni. A pre-quali táblázat, azaz a felkészülő időszak elég jól sikerült a versenyzőknek, le a kalappal mindenki előtt egyébként. Gerős Tomi hozta a kötelezőt, együtt volt 372-vel vitte a pre-quali táblázatot, és ezzel hozta az első helyet. Mögötte Sebestyén Csaba 2/10-re, és Farkas Dávid a berobbant újonc végzett a harmadik helyen a pre-quali táblázaton. Lehetséges, hogy Farkas Dávid Nürburgring helytartója címre is be fog jelentkezni a futamon, ezt majd meglátjuk. Amit tetszenek látni itt a táblázatban, hogy elég jól sikerült a versenyzőknek a felkészülés, hiszen már azt is nézve, hogy az első 10, azaz a top 10 egy másodpercen belül van egymáshoz, ez mindenféleképpen dicsérendő. Úgyhogy ezúton is mindenkinek gratulálok, a többiek sem maradtak le igazából túlságosan, sőt, lehet, hogy azért itt sokan altatják is ám a mezőnyt, tehát nem mondanám, hogy ugyanúgy, ahogy más szakágokban nem vonnék le ebből messze menő következtetéseket, de minden esetre jó látni, hogy a felkészülés ilyen jól sikerült a versenyzőknek. Tehát a helyszín Nürburgring, és úgy gondolom, akinek benzin csörgezik az erejében, annak ennél többet nem is kell elárulnom. A pálya egyébként 5,1 km hosszú, 15 kanyarból áll, egy igen hosszú pályáról van szó, és Tobi Szabolcs autójából, Gianni Morbidelli Chevy-ből fogjuk megnézni, hogyan is néz ki ez a pálya. Egy igen jó kis hosszú célegyenes után, ami egy picit törésből érkezik még az egyes kanyarba. Ő a Yokohama. Már is megyünk fel a Mercedes arénába. 2-3-as kanyarhoz. Innen megyünk fölfelé a 4-esbe. Itt azért le is lehet szélesíteni, hogyha az ember nem figyel kellően. Szó szerint megyünk lefelé az 5-ös kanyarhoz. Ő már a 6-os, ez is egy elég trükkös jobbos. Figyelni kell majd nagyon a kigyorsításokra, féktávokra. Ez már a 7-es. Itt elég sok elfékezésre számítok. Megyünk fölfelé a Schumacher sikánhoz, 8-as, 9-es. Ez már a 10-es kanyar. Megyünk lefelé a Warsteiner kanyarhoz. Nemes egyszerűséggel őt úgy hívják. Én ezt inkább egy hátsó hosszú egyenesnek mondanám, egy Edwin töréssel. Ő a 12-es volt. Innen érkezünk meg az NGK sikánhoz, a 13-14-eshez. Itt azért a kerékvetők igencsak meg tudják dobni az autót. Itt Dobri Szabolcsot meg is dobta egy picit. És már fordulunk is rá a 15-ös kanyar, a célegyenes ráfordító, centikre a betonfaltól, betontömbtől. Egyik kedvenc pályámról van szó, megmondom őszintén, így fest körülbelül egy. Pillanatokon belül indul a rajt. Kis Tobor és Varga Balázs box utca áthajtásos büntetésben. Nézzük a rajtot. Gerőcs, Sebestyén úgy látom, hogy elkapta. Farkas is jól eljött, Varga is jól eljött. És Farkas már Sebestyén mellett, sőt meg is előzte Farkas Sebestyén, az igen. Mekkora rajt volt ez Farkastól. Dobri Szabolcs vesztett most nagyot a rajtnál, ott kis tömörülés még a háttérben. Úgy tűnik, hogy szépen kinyúlik az a százlábú. Farkas Dávid, a berobbant újonc. Ő
Varga Balázs is remek pozícióban, de ne feledjük, neki még büntetése van. Összegyűlt annyi pontja, hogy a versenybíróság box utca áthajtásra ítélte őt. Ha jól tudom, akkor ez kerékcserére nem jogosít, tehát csak a büntetést kénytelen letölteni. Mint ahogyan Kis Tibor is összeszedett már ennyi pontot. Hetes. Mármint a kanyar. Ott azért keresztbe csúszott valaki. Ki volt az? Magyar volt az szerintem. Most többen elnézik azt a hetest. Kis Tibor, mint a gép úgy jön előre. Hihetetlen kimondani, de sebesként fogja valószínűleg nem sokára támadni Kis Tibor. Az igen, de kár, hogy most büntetésben van. Farkas Dávid érkezik az NGK-sikánhoz. Előtte Gerőcs. Na majd itt még az árafutamon, meg a következő bajnokságban, ha még lesz Farkas Dávidunk, akkor lehet, hogy be fog nézni azért Gerőcsnek egy párszor, sőt. Lehet, hogy Nürburgring helytartója címre is pályázik, nehéz szó, Farkas Dávid. Jó lenne egy külső kamerát, mert ott Kis Tibor nagyon érkezik. Értem én, hogy Farkas Dávid. Nagyjából egy másodperc a hátrány Farkas Dávid, a Kis Tiborékat kellene mutatni. Igen! Kis Tibor egy hajszállal lecsípte. De megvan még Kis Tibor. De már érkezik mögötte Varga. Két bűnt is most nagyon elemébe van. Na nézzük azt a hetest. Ladányi Petiék jönnek. Megint ott valaki keresztben csúszik. Többen is. Magyar az előző körben is keresztbe csúszott a hetesben. Lehet, hogy valami beállítás probléma van. Az igen, hogy jönnek át. Szalafai Schumacherbe. Szalafai egy picit a szélesre vette a Schumachert. Varga Balázs és Kis Tibor. Hihetetlen, de előttük Sebestyén. Hát ez hihetetlen. És ezeknek a versenyzőknek kell kiállni box utca áthajtásra. Hát van igazság? Őszintén. Hát ezek szerint van, mert a versenybíróság kiszabta. NGK. Áj, de keményen hozzák át az NGK-m. Kis Tibor is sem tiszteli annyira a futóművet. Varga Balázs. Célárnyék 58-1-jel jön. Ez a jó kameraállás, igen. Kis Tibor külsőjében próbált elfordulni, de ezzel tempót veszített és Varga Balázs beszúrt Kis Tibornak. Varga Balázs a negyedik. Mekkorát jöttek ott a Yokohamába. Külsőjében próbált a Sebestyét esetleg megviccelni a Yokohama-esbe, miközben keresztbe csúszik Miklós. Miklós autójával valami nem igazán korrekt. Már a prekvali ideje sem volt annyira kiemelkedő, pedig Miklós Attilánnél többre képes. Miklós Attilában több van, ez biztos. Dobri Szabolcs, az újonc, próbál pályán maradni. Na majd a következő DLC-ben ez a Chevy vérszomjas lesz, az biztos. Ezzel kapcsolatban már saját tapasztalataim is vannak. Mi volt ott a tiszta pillantó tükörben? Schumacher. Egész kiereszti Dobri. Szalafon is szereti kiereszteni. Nézzük, beszúr-e, tízes. Épp hogy csak meg tudott állni Dobri mögött, de ezzel tempót veszít Szalafai. Jönnek mögötte Szilágyi, Miklós, Varga Ákos. Na, Varga Ákos is ott azért megérkezett. Na nézzük, NGK.
Szilágyi, Szalafai, külsőből ott nem lehet elfordulni. Nice tempót veszít Szilágyi, és Varga Ákos a célegyenes ráfordító előtt, az NGK sikár után kihasználta, hogy Miklós és Szilágyi egymással volt elfoglalva. Varga Ákos a 9. célegyenes, jó lenne megtartani, Szilágyékban van Miklós, nagyon kemény lesz az a vége, Yokohama es, külső kamerát kérnék, most. Varga Ákos! Végtáv, picit beszitált az autó, megvan, 9. Varga Ákos. Mekkora rám volt. The player of the game. Double a gun, double a fun. Mekkora lesi puskás volt Varga Ákos. Az igen. És onnan még lehet, hogy Szalafai sincsán messze. Jó lenne mutatni. Értem én, hogy Ladányi és Kis Tibor. Ladányinak egyébként nem is kell annyira erőlködnie, hiszen Kis Tibor ugye büntetésben van. Igen, ott jön Szalafai, ott jön Varga Ákos. Meg az Illés, meg a Szilágyi, meg a Magyar. Egymáson. Zelfel is ott van. Dezső Tominál valami történhetett. Nem szokott ennyire hátul lenni. Miközben már csak 4 óra van vissza. Hihetetlen, hogy telik az idő, amikor végre jó egy futam. Hát, Varga Ákos, mutatják is. Igen, itt van az időkülönbség. NGK. Áj, de keményen jött át Szalafai, lehet, hogy érzi, hogy ott jön valami. Reméljük a szerves szinkronizálás is mellénk áll. Szalafai Fedor 58-3, jó lenne tudni a Ákos idejét is, az előbb nem néztem meg. Ladányi is 58-3-at jött eddig. Ladányi elő ki fog menni Kis, tehát Ladánynak nem kell annyira erőltetni ezt a műsort. Lehet, hogy úgy gondolja Ladány, minél előbb át akarja magát hámozni Kisen, hogy Dobri ne érjen föl. Ez is lehet egy szempont. A pálya középső része, itt azért annyira nem. És egy ilyen picit döntött balos, lehet látni, milyen szintkülönbségek vannak a pályán. Egészen közel már Ladányi, nem biztos, hogy ezt most kell erőltetni, Peti. Értem én, hogy autóverseny, 7-es, keresztben Kis. Egy pofon, egy Schumacher. Külső kamerát lenne jó, mert a tűzoltó meg a mentő nem igazán érdekel. Maradt még az 58-1-es Varga idő. Na nézzük, mi van itt? Varga Balázs és Sevestyén között látjuk az időt, de hát Varga Balázsnak büntetése van. Na Ladányi. Kisnek jönni kell. Ha csak nem néztem félre valamit. De Kisnek jönni kell. Miközben már csak 12 perc van vissza. Szélirányékban Ladányi. De nem volt rossz a kigyorsítás a Kis Tibornak. Tibor is 58-3-mal jön. Nem volt agresszív Ladányi, jól tette. Lehet, hogy csak próbál mögött a tempóba maradni, próbálja idegesíteni Ladányit, lehet, hogy ez is benne van. De láthatóan egyébként összességében picit lassú Kis Tibor, hiszen érkezik Dobri. Pálya középső része.
Fú, ez majdnem beszédültem ettől a kameraváltástól. Magyar Krisztián előtt zel fel, ha minden igaz. Ugye Krisztiánék csúsztak ott meg többi ízben ott a hetesben. Így van. Magyar és Zelfel között a különbség. Itt is érdemes egyébként nyilván harcolni, hiszen itt is komoly pontokért megy a műsor. Nem győzöm hangsúlyozni. Ahogy Szilágyi Dániel is jön a top 10-ért. Miklós nyilvánvalóan Szilágyi is látja, hogy Miklós autójával nincs minden rendben. Meg van szeme, látta ő is a prekvali időket. ...58 felett jött Dániel. Közben már csak 10 perc van vissza, hihetetlen. Egy jó kigyorsítás. Szalafai. Mögötte Varga Ákos. Jó lenne látni a különbséget. Na, Balázs kijött akkor a büntit letölteni. Hát valószínűleg utolsó helyre fog visszatérni. Igen, elment Dezső Tamás is. Most meg nem mondom, hogy a Masters szabályzata a Box utca kivezető fehér vonalra mennyire tér ki. De minden esetre ezt most átlépte Varga Balázs. Majd ennek utána nézünk. Nehogy ez megint egy fekete pont legyen, vagy strigula. Schumacher. Nem véletlen mutatják Ákos sem. Hát bárhogy is, Ákos az egyik meglepetés ember. Azért ott az NGK sikán után az ott nem volt egyszerű. Ladányi előtte ki is. Ugye Ladányi még mindig nem töltötte le a büntetését. Lehet, hogy majd most fog kijönni. Aztán azért nem is támadta. Ladányi, nem, úgy látom még nem jön ki kis. Ráhúz még egy kört. Szélányékban Ladányi. Ebből lehet előzés a Yokohamában. Ugye a célegyenes is egy picit trükkös, mert van egy törés a célegyenesben, hihetetlen. Itt a bukkanó. És Ladányi megelőzte kist. Ha csak kis ki nem forgatja Petit. Necces, most egy picit koncentrációt veszített, és külsőiben azért vállal oda tette magát kis, és ez jó lesz Dobrinak is. Dobri már kis mellett. És meg is előzte Dobri Szabolcs kist. Ajjajjajjaj, ott azért lehet, hogy elment valami. Vagy az is lehet, hogy kis annyira nem erőltette, hiszen úgyis ki kell állnia. Majd Dobri és Ladányi csatája lesz még érdekes. Egész külső ívre kényszerül kis Tibor. Hát, picit messze van még Varga Ákos Szalafaitól, jól lenne mondjuk ott is látni a különbséget. Na Dobri Szabolcs, 58-2. Nem mondom, mennyit jött fejből. Dobri. Nem tudom megmondani, mennyit jött a prekvalin. NGK.
Az igen! Hú, dobri meg a kis, meg hatalmasat kellett. Szerintem jönni is fog kifele. Igen. Jön is ki kis Tibor, nem lehet ezt tovább erőltetni. Szalafai ezzel már a hatodik. Varga Ákos pedig a hetedik. Hát igen, a bünti az bünti. Nézzük a pit wallon, hogy minden rendben van az autóval. Hát sokat nem lehet csinálni vele. No, Sebestyén Csaba, közben felét Farkas Dávidra. Ennyi volt az autóban. Vagy Farkas Dávidban, mert nyilván az autóban volt ennyi. Meg a gumikban, és belső éven Sebestyén Csaba. Ennyire könnyen? Hát itt ez úgy néz ki, hogy itt a Schumacher után viszonylag könnyen megvolt. Vagyis bocsánat, a Mercedes Arena után, elnézést. 5-ös-6-os kombinációban. Dobri Szabolcs az ötödik helyen. Érkezik Ladányra, remélhetőleg. Morbidelli autójával. Reméljük Szabolcs jön majd a következő bajnokságba is a 15-ös DLC-vel. Na még azért Farkas Dávid azért még nem adja könnyen a lóbört. Ezzel együtt korrekt volt egyébként. Lehet, hogy éreztő, hogy itt azért Sebestyén sokkal gyorsabb, és inkább elengedte, vagy de legalábbis nem harcolt vele annyira, hogy teljesen rommá tönkre tegye a gumikat. Ugyan igaz, Ladányi mögötte azért elég messze van. Á, de kár érte! Picit megcsípte a sódert. Farkas Dávid pedig jó lendületben volt. Hihetetlenek a németek, hogy még ebbe a célegyenesbe is képesek rakni egy törést. Szilágyi Dániel 9. helyen, Miklós mögött. Külső ívről fordul rá. Jól védekezett most Miklós. Egészen közel már Szilágyi Dániel. Lassan el kell döntenie, hogy hol fogja megpróbálni. Ahogy Dobri Szabolcsnak is. Ladányival szemben. Egész külső ívre csúszik Ladányi. Itt többen külső ívre veszik a hetest. Edwin. Nézzük az NGK, már védekeznie kell Adányinak. Okos volt egyébként, hogy a külső évet fogta. Hát most a kigyorsítása nem volt az igazi Dobri Szabolcsnak. De előbb egyébként belsévet akartam mondani. A hirtelen azt hittem Varga Balázs meg itt a boxban, de nem, Varga Balázs most előzni fog. Mégpedig Illés mögött van Varga Balázs. Ezzel már a 12. Magyart előzte meg. Így van. Varga Balázs. Ezért is jár pont. Miközben ott Zelfel előzte meg Miklóst, egy pillanatra lehetett látni.
Navarga Ákos, 7. hely. Ez egy nagyon szép eredmény lenne. Szalafai mögött másfél másodpercre, hát picit sok, és nehogy túlerőltessük azt a gumit. Még azért egész jól tudja fogni az íveket, hát Szalafai, ha hibázik, és majd az utolsó köröket fogjuk megkezdeni, talán még egyre fölérünk. Úgy tűnik, hogy Dobri autójában is ennyi volt. Dadányi megtartja a negyedik helyet, úgy tűnik. Szerintem ebből lesz még egy kör. Farkas is úgy tűnik, hogy egy picit tempót vesztett már Sebestyén mögött. Hát mutatják még Varga Ákos, de szerintem nagyjából ebben ennyi lehet. Zell felék érkeznek. Szerintem ebben ennyi volt. De így is ez a hetedik hely, ez egy nagyon szép eredmény, és pontokban is ez nyilván rengeteget számít. Dezső Tominak sem jött ki most annyira ez a Nürburgring. Lehet, hogy nem találták ott csapaton belül a megfelelő beállításokat. Hát, Gerőcs Tomi ezzel megint csak nagyot léphet előre. Kommentátoros nyelven ezt már innen csak elrakítani tudná. Aj, de szépen jött át itt a Schumacherem. Némi stílus tanulmány. 57-6-ot jött, atya világ. Teljesen nyugodtan, kényelmesen, na most lenne pulzus számmérő, akkor valószínűleg nem lengene annyira ki a mutató. Kényelmes 3,5 másodperces előny. NGK-sikán. Megvan az NGK. És a bajnok esélyes Gerőcs Tamás fordul rá célegyenesre. A 15-ös is megvan, és ezzel hatalmas lépést előre lépve a bajnoki cím felé. Megy is az ünneplés. Gerőcs Tamás megnyeri tehát az első futamot itt a Nürburgringen, második Sebestyén Csaba, harmadik Farkas Dávid, nagyon szép eredmény Farkas Dávidtól ez. Ladányi Petiék jönnek itt még. Negyedik helyen végezte át Ladányi, Szalafai megtartotta az ötödiket, Dobri a hatodikat, Varga Ákos érkezik még itt a hetediken. Szilágyi Zelfel is jót autózott, és Miklós is még befért a top 10-be. Varga Balázs is még amit tudott, hozott azért pontokban. No, hát ima a végeredmény. Ennyi kellett Gerőcs Tamásnak. Azért megjegyezném, hogy 57-5-öt jött Sebestyén, és 57-8-5-öt Farkas is. Tehát azért megvolt ott a tempó. Csak nyilván ugye azért ott Sebestyén meg Farkas csatában voltak.